A digitális oktatásé lenne a jövő a demokratikus koalíció kormányra kerülése esetén. Nem csak a tantermeket szerelné fel digitális táblákkal a párt, de a tanárokat és a diákokat is tabletekkel látná el. Gyurcsány Ferenc a pártelnöke azt is elmondta, hogy átlagosan 15%-kal emelnék a pedagógusok fizetését. A pályakezdő tanárok még ennél is jobban járnának, az ő alapbérük 30%-kal nőne. A felsőoktatás is változna, igencsak radikálisan. A DK eltörölné a keretszámokat, amivel diákok tömegét vehetnék fel az egyetemekre. A nyelvvizsgát, mint bemeneti feltételt megszüntetnék, és az ingyenes első év után kategóriákba osztanánk a diákokat. A legrosszabbul teljesítőknek fizetniük kéne a második évtől, a legtöbben ugyanakkor ingyenes képzést kapnának. És már itt is van Niedermüller Péter, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Most visszanéztem, hogy amikor az első kormányváltás utáni első nap programját meghirdették órára lebontva, hogy ott hol szerepel az oktatás, és kicsit csalódott voltam, mert hogy a 17 óránál szerepel csak, ami azért ugye 9-től elkezdve Polt Péter leváltásával kezdődik a napi program, azért nem azt jelzi, hogy annyira prioritás, nem? De ez abszolút prioritás, és ha nem csak ezt nézi meg, hanem mondjuk megnézi a Demokratikus Koalíció programját visszamenőleg 2011-ig, akkor abban látni fogja, hogy az első pillanattól kezdve azt mondtuk, hogy ennek az országnak a jövőjét az oktatás jelenti, és azért az első pillanattól kezdve azon voltunk, hogy egy modern, európai, korszerű oktatási rendszer mellett álltunk ki, ezt folytatjuk most is. Nyilván nem lehet számon kérni a DK-n, hogy mi lesz azzal a generációval, vagy mit tud segíteni egy másfajta oktatás azokon, akik mondjuk az elmúlt 8 évben akár szakképzésben vettek részt, vagy szegregált iskolában jártak, mert hogy ugye ők itt maradnak velünk, és komoly munkaerő problémáik lesznek, nem találnak majd állást. Ezzel valamit lehet még kezdeni, vagy azt gondolom, ez egy elveszett generáció? Hát én soha nem mondanék ilyet, hogy egy generáció kérdezem elveszett. Nem, szó nincs róla, de ez egy óriási probléma, amit ön most megemlített. Hagy utaljak még egyszer a legutóbbi PISA felmérésre, amelyik ugye azt mondta, hogy a ma 15-16 éves generációnak a 27%-a az funkcionális analfabéta. Ez egy borzalmas szám, és ugye, hogyha az ember elmegy vidékre, akkor rengeteg, hát itt persze Pesten is, rengeteg olyan fiatal embert lát, aki 16 évesen kikerül az iskolából, és sejtelme sincs, hogy mit fog vele történni. Az ő számukra külön speciális programokat kell csinálni, külön speciális, amelyik nem csak oktatásból, tehát nem csak matematikából és magyar nyelvből áll, hanem ez egy ilyen szociális gondozással, pszichológiai gondozással összekapcsolt komplex program kell nekik, hogy valamennyire visszavezessük őket az első munkaerőpiacra, mert nyilván nem az a cél, hogy ezeket mind belökjük a közmunka árkába, és aztán ne törődjön velük többet senki. Kifejezetten hangsúlyos része ennek az oktatási programnak, hogy hogyan lehetne motiválni arra a tanárokat, hogy a nehéz feladatot jelentő térségekbe, iskolákba, diákokhoz menjenek el tanítani, és fontos rész az, hogy ők sokkal magasabb bért kapnának, ha a DK dönthetne erről. Ez ennyi múlik? Nem csak ezen múlik, sok egyéb dolgon is múlik. Például azon, hogy a leszakadt térségekben lévő iskolákban normális körülmények legyenek. Számtalanszor elmondtuk, a legborzalmasabb példa volt legutoljára a Tarnazsadányi iskola. Ezeket az iskolákat nagyon gyorsan rendbe kell hozni, mert melyik gyerek, melyik tanár megy szívesen egy lerobbant, lepusztult, beszakadt, koszos épületbe. Ez is hozzátartozik. Plusz az is hozzátartozik, hogyha a fiatalok hajlandók magasabb bérért elmenni ezekbe a nehéz térségekbe, hogy ön fogalmazott, akkor kell nekik adni egy plusz további jut, legyen lehetőségük elmenni színházba, legyen lehetőségük könyvekhez jutni, lehessen moziba menni, tehát kell egy ilyen kulturális környezet, abszolút, és ehhez kell különböző segítséget adni nekik, mert enélkül csak a pénzért biztos, hogy nem fognak elmenni. Azt a problémát hogy oldanák meg, hogy értem, hogy 18 évre visszaemelnék a tankötelezettség korhatárát, de ugye ott, ahol minden 10 000 forint számít egy családnak bevételként, ott nagyon nehezen tudják rászállni magukat arra a szülők, hogy akkor gimnázium, felsőoktatás, és hosszú évekig egy gyerek vigye a pénzt, és ne hozza a családba úgy, hogy feketén vagy nem feketén, de elmegy dolgozni. Igen, ugye a DK programjának az egyik nagy előnye az, hogy ezek a különböző területek összefüggésbe állnak egymással. Tehát a nehéz sorsú családok egy egészen más területen, a mi programunkban feltételhez kötött garantált családi minimál jövedelmet kapnak. Tehát kapnának plusz pénzt magyarán ahhoz, hogy a gyerekek oktatását segítsék. Plusz azt gondolom, hogy alapvető fontosságú lesz, hogy végig gondoljuk, hogy már az
általános iskolába és a középiskolába ezek a gyerekek ösztöndíjhoz jussanak. Tehát azok, akik jól tanulnak, kapjanak olyan ösztöndíjt, aminek a segítségével nyelvet tanulhatnak, zenét tanulhatnak, könyvet vehetnek. Azaz egy kicsit mérsékeljük azt a különbséget, ami a nagyon jó módú családokból érkező gyerekek és a nehéz sorsú családból érkező gyerekek között vannak. A másik véglete az oktatásnak a felső oktatás, aki oda eljut, azt mondják, hogy az első évfolyam mindenki számára ingyenessé válna, és utána társadalmi helyzet, illetve a tanulás színvonalától függ, hogy ki mennyi pénzt kell, hogy fizessen. Mindezt egybevéve mennyibe kerül ez az oktatási program a költségvetésnek? Ebben a pillanatban azt megmondani halálpontosan, hogy mennyibe fog kerülni ez az oktatási rendszer. Csak volt egy matek mögötte, hogy ki jönne. Abszolút ki tud jönni, csak más prioritások kellenek. Ugye az nagyon világos, hogy semmiféle fajta szükség nincs ezekre az ilyen látszatberuházásokra, stadionok és egyébek, nem akarom újra elkezdeni. Ezeket a pénzeket, ha átcsoportosítjuk, akkor ez bőven meg lehet csinálni. Jó, de ez, ilyenkor mindig elmondjuk, hogy stadiont építeni, sok stadiont épít az a kormány, de az egy egyszeri nagy beruházás, ezt meg évről évre fenn kell tartani. Hát, hogy a stadionokat is évről évre fel kéne tartani, nem csak nem fogja fenntartani. Hát, de nyilvánvalóan arról van szó, hogy csak akkor van ennek az egész oktatási programnak értelme, lehetősége és jövője, hogyha az úgy tudjuk alakítani a költségvetést, hogy erre jusson a legnagyobb rész. Tehát ezért mondjuk első pillanattól kezdve azt, hogy a költségvetésen belül jelentős mértékben meg fogjuk emelni az oktatásra szánt összeget, de most nem fog tudni belőlem kipasszírozni egy konkrét számot, mert nem tudjuk, hogy milyen lesznek a költségvetésnek a lehetőségei. Ez a kormány annyit hazudik a költségvetésről, hogy nincs élő ember, aki arra hajlandó lenne egyetlen karikát vagy ceruzát rátenni, mondjuk, hogy nem ez tényleg érdekes, mert ugye pont Márki-Zay Pétertől tudjuk, hogy a Hódmezővásárhely költségvetése sem úgy áll, mint semmi ahogy úgy ezt áll. Előtte kommunikálták a fideszesek. Viszont ha már kommunikáció, ugye Hódmezővásárhely után felröppent az a hír, hogy akkor leáll a sorosozás a fideszes kommunikáción belül. Hát ez valamennyire igaz, mert hogy megjelentek az új plakátok, az ENSZ azt akarja, hogy folyamatosan fogadjunk be migránsokat felirattal alatta, Magyarország dönt, nem az ENSZ. És ez egyébként stimmel is, mert hogy tényleg Magyarország dönt, mert semmilyen kötelező érvényű előírás nincs. Mennyire találó ez a plakát? Ugye az ENSZ nem akar dönteni, tehát tényleg nem tudok mit mondani, nem akarom elhinni, hogy a magyar külügyi apparátusban ne legyen egy darab ember, aki tudná, hogy semmiféle kötelező jellege ezeknek a ENSZ papíroknak, ez ajánlásoknak nincs, ezekben részt lehet venni, vagy nem lehet részt venni. De az igazi kérdés nem ez, az igazi kérdés az, hogy miért kell ennek a kormánynak állandóan valami ellenséget kreálnia. Most azon próbálják megbolondítani a magyarokat, hogy az ENSZ valami borzalmat ki... Ez teljes nonsensz, ez teljes dilettantizmus, és egyszerűen ebből is látszik, hogy a kormányzással semmit nem tudnak kezdeni. Ha nincs Soros, akkor van ENSZ, és ha nincs ENSZ, akkor vagy lesz, nem tudom, azt én valami azt hogy más. Kell elképzelni, mert hogy a kormány megfogalmazott egy 12 pontos javaslatcsomagot is ezzel kapcsolatban, amit majd az ENSZ elé tárunk. Ennek ilyenkor mi a sorsa? Elolvassák, aztán elteszik a fiókba, vagy komolyan veszik, megtárgyalják? Nem lehet komolyan venni ezeket a dolgokat. Hát mindenütt, szóval tényleg vagy azt tudom mondani, hogy megvetően mosolyognak rajtunk, vagy lenézően mosolyognak rajtunk. Szóval egyszerűen nem értem, hogy a külügyi kormányzat hogy nem veszi észre, hogy milyen károkat hoz Magyarországnak ezzel a teljesen össze-vissza dilettáns kezdeményezés sorozatával, meg plusz azzal, hogy olyan dolgokat mond, amelyek nem úgy vannak, tényszerűen nem igazak. Még a helyi ügyeire is térjünk ki egy kicsit, ugye itt volt reggel már nálunk Ungár Péter és a budapesti négyes számú választó kerületben, hát önök meg még sok más ellenzéki indul egymás ellen jelenállás szerint, ugye Benedek Márton a Momentum politikusa, de az Együttnek, illetve a Jobbiknak is van ott jelöltje. Volt egy vita, amin még több ellenzéki jelölt sem volt ott. Bármiben közeledtek az álláspontok, hogy ki az az egy hiteles jelölt, aki meg tudja verni? Egyébként Varga Mihályt, aki ott a fideszes jelölt. Én azt gondolom, hogy Hódmezővásárhely után minden nyitott bárkit meg lehet verni bárhol. Ugye én csak a saját nevemben tudok beszélni, mi nagyon világossá tettük. A demokratikus koalíció akkor, ha van pártközi megegyezés, olyan pártközi megegyezés, amely mindkét résztvevőnek, vagy mind három résztvevőnek elfogadható és megfelelő, akkor mi vissza fogunk lépni, én vissza fogok lépni, ha arról van szó. De ehhez nem egyéni ambíciók kellenek, hanem ez pártközi megállapodás kell, és ez a pártközi megállapodás megszületik, akkor én egészen biztosan vissza fogok lépni. Az LMP-vel most, amíg aláírásokat gyűjtenek, tárgyalnak, vagy most nem ez a fókusz, hanem majd jövő héttől?
Ugye mi már nem gyűjtünk aláírásokat, mert mi Hát, már de hogy leadtuk, még elfogadtak, mindenki már gyűjthet amúgy. igen, amúgy még gyűjthet. Igen, van kapcsolat a Demokratikus Koalíció és az LMP között, de ennek az eredményéről ebben a pillanatban nem tudok és nem is akarok Mintha lenne beszámolni. itt egy olyan kis terelő hadművelet, hogy az egyik oldal azt mondja, hogy hát, hogy ez az MSZP-DK belügye, aztán van, aki azt mondja, hogy hárman kell leülni. Hogy van most a DK saját kontójára mondhatná azt azokban a körzetekben, amik az övé az MSZP megállapodásból, hogy jó, akkor visszalép, nem? Így van. Én, maradjunk konkrétak, mert erre kérdezett rá, én akkor fogok visszalépni, hogyha a DK, vagy az LMP, DK, vagy a Momentum, vagy nem tudom, ilyen konstellációban születik egy pártközi megállapodás. Abban az esetben, hogyha a DK megállapodik bármelyik más ellenzéki párttal annak érdekében, hogy itt én lépek vissza, amott meg valaki más lép vissza, akkor én vissza fogok mindent. De azt kell, hogy a DK be legyen vonva a tárgyalásban. Hát természetesen, és ne hát én az a DK-hoz tartozom, nem persze. Az köszönöm a szépen, én hogy itt köszönöm volt. Szépen.